Az elmúlt évekhez hasonló képet mutat a házasságkötések száma Szombathelyen. Változás, hogy kevesebben kérnek külső helyszínre anyakönyvvezetőt, mint az előző esztendőkben. Eddig 163 esküvő volt Szombathelyen. Ez nagyjából ugyanannyi, mint a tavalyi vagy az előző évekhez viszonyítva, és az előzetes időpontfoglalások szerint körülbelül ugyanúgy 300 körüli lesz, mint a tavalyi évben. Abban nincs változás, hogy a legtöbb ifjú pár szombaton mondja ki a boldogító igent, és sokan kötik össze az életüket péntekenként is. Szombathelyen lesz egyébként az esküvünk, viszont a szertartásunk az Kőszegen lesz, és azért választottunk augusztust, mert a nyár végét lőttük be a párom munkája miatt, illetve pénteki napon lesz az esküvünk, az pedig a sok vendéglátós és DJ barátunk miatt, mert rezidensek, illetve hát mindenki dolgozik olyankor, és hogy ne bonyolítsuk a beosztásukat. A házasulandók szívesen választanak speciális dátumokat az esküvő időpontjának. Most szeptemberben 13. péntekre esik, és azért most már van egy pár foglalás, volt, aki direkt azért foglalt el azt az időpontot, mert hogy péntek 13-a. Sokan élnek az előzetes online időpont foglalás lehetőségével Szombathelyen. Az interneten lefoglalt időpont csak előzetes foglalásnak számít, azt meg kell erősíteni személyes foglalással az anyakönyvvezetőnél.